Horvátország ősi múlttal, ám fiatal önállósággal rendelkező állam. Az ország történetében csak a 20. század utolsó évei hozták meg a várva várt függetlenséget egy véres háború után. Különös érdekessége az elmúlt 15 évnek, hogy Horvátország társadalmi és gazdasági fejlődésére nagy hatással volt az Európai Unió megerősödése és az 1993-as koppenhágai határozat az EU bővítéséről. Horvátország uniós csatlakozása is megkezdődött, és e film készítésének pillanatában a 2012-es céldátum ismert. A magyar kis- és középvállalkozók számára a különleges adottságokkal bíró horvát gazdaság vonzó befektetési terület lehet, különösen azoknak, akik a dél-dunántúli régióban tevékenykednek. Filmünkben igyekszünk hasznos tanácsokkal szolgálni mindazoknak, akik már fontolgatták a horvátországi vállalkozás lehetőségét. A horvát gazdaság igen fontossá vált a magyar befektetők szemében, de ezek a befektetések a nagyvállalkozásokra, mint a MOL vagy az OTP voltak jellemzőek. A kisvállalkozások számára még mindig rejtélyes és ismeretlen terület Horvátország. A horvát kormány 2009. februárjában válságellenes programot fogadott el. Átdolgozta a költségvetést, erősítette a likviditást, külföldi kölcsönből injektált a kis- és középvállalkozásokba, a mezőgazdaság és a turizmus élénkítésébe. A gazdaság továbbra is szerkezeti gondokkal küzd. Nincs versenyképes ipar, gyenge a mezőgazdaság. Horvátország gazdasága főként a könnyűiparon és a szolgáltató ágazaton alapul, és jelentős bevételforrást jelent az idegenforgalom. A turisztikai szektor a horvát gazdaság közel 20%-át teszi ki. Az országban a privatizáció még tart. Az Eurostat adatai szerint 2008-ban Horvátország egyfőre jutó GDP-je, vásárlóerő paritáson számolva, elérte az Európai Uniós átlag 62%-át. A magyar gazdaság számára kiemelten fontos a horvát partnerekkel való együttműködés, hogy az Európai Uniós csatlakozáskor már jól működő, eredményes és fenntartható gazdasági kapcsolatok alakuljanak ki a két ország vállalkozásai között. A Magyar Köztársaság zágrábi külgazdasági irodája a kapcsolatok megerősödését és a magyar vállalkozók horvátországi jelenlétét hivatott segíteni. Horvátország jelentős fejlesztések előtt áll, elsősorban is az infrastruktúrában, vasút építésben, energetikai kapcsolatokban, gázvezeték épül a két ország között, létezik ugye egy olajvezeték, most nem régen fejeződött be egy nagy feszültségű áramvezetéknek, aminek csak egyik része az, hogy létrejönnek ezek a közlekedési, illetve energetikai kapcsolatok. A másik, hogy ezek olyan beruházások, amik igen jelentős munkaerőt igényelnek, illetve igen jelentős áruszállítást igényelnek. Horvátország ugyancsak létrehozta saját gazdaságfejlesztési szervezeteit, melyek közül Koprivnica-Križevci megyei Pora bizonyult a legjobbnak 2009-ben. A szervezet célja a régió stratégiai fejlesztése, a régió vállalkozásainak promóciója, EU pályázatok tervezése és végrehajtása, belföldi és külföldi vállalkozások és befektetők felkutatása és segítése. Ha egy vállalkozó kopogtat nálunk és elmondja, hogy milyen vállalkozói tevékenységet szeretne itt folytatni, mi megadjuk az összes szükséges információt ehhez. Segítünk a megfelelő telephely kiválasztásában, a partnerek kiválasztásában, a piac feltérképezésében, vagyis az ötlettől a megvalósításig állunk a vállalkozások rendelkezésére. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az együttműködés szervezeti és fizikai infrastruktúrájának kialakításán fáradozik, több mint egy évtizede. A legnagyobb siker talán az 5 percig korridor kapcsán értünk el, hiszen az M6-os is most már hatorzóként ugye megépült, illetve Horvátországban is a 84 km-es szakasz nagy része kész van, és Boszniában is épül az autópálya, tehát az 5 percig korridor Kelet-Európa egyetlen észak-déli közlekedési kapcsolataként nagyon nagyban hozzá tud járulni majd az üzleti kapcsolatok fejlődéséhez. A Magyar-Horvát Kereskedelmi Kamara a PBKIK kezdeményezésére jött létre. A szervezet feladata többek között a kapcsolatteremtés és a bizalomépítés is.
Ha valaki úgy egyedül, Robinson módon próbál piacot találni, keresni, dolgozni, sokkal nehezebb. Tehát szükség van egy ottani péntekre. És éppen ezért én ezt javaslom, hogy keressen bennünket, vagy ha nem bennünket, valaki más megbízható közvetítőt keressenek, akik egy megfelelő horvát partnert tudnak ajánlani, mert úgy könnyebben megy az együttműködés. Horvátország mai megítélésének egyik kulcsfontosságú szempontja, hogy az ország az Európai Unióhoz történő csatlakozásra készül. Ez a folyamat nagyon kényes kérdéseket vet fel, és a hazai érdekek védelme, valamint az EU által diktált feltételek betartása közötti állandó egyensúlyozásra készteti a döntéshozókat. Horvátok igyekeznek tanulni addig tőlünk, hogy az Unió mit tett velünk, hogy alakult az a helyzet, hogy az uniós csatlakozásunk után lemaradunk egyre inkább az uniós átlagtól, mik azok a szektorok, amiket az uniós országok szeretnének privatizálni, ugyanakkor ez kivonna a pénzt Horvátországból, látva Magyarország példáját. Horvátországban erős megyék, županyák működnek. A történelmileg kialakult 20 megye plusz főváros szerkezet mellett három statisztikai régiót hoztak létre, hogy az Európai Uniós csatlakozás feltételeit, az európai források arányos elosztásának lehetőségét megteremthessék. De ezek a régiók, csak úgy, mint nálunk, nem rendelkeznek sem hatósági szervezetekkel, sem önállósággal. Ám kialakításuk valós különbségeken alapult. A három régió gazdasága és üzleti szokásai merőben eltérőek. Számunkra a legismerősebbnek az északnyugati régió tevékenysége és vállalkozásai tűnhetnek. A Pannon régióban már erős a zágrábi nagyvárosi jelenlét, a banki és más pénzügyi és menedzsment szervezetek, a szolgáltatások és a kreatív ipar üzleti világa. Az adriai régió esetében nem érdemes a nyaralási ismereteinkre támaszkodni, ugyanis egy kemény versenyben lévő, nehéz idegenforgalmi piacot találunk ott. De mindhárom régióban vannak példák más érdekes üzleti lehetőségekre is. Mindenek előtt mondanám az élelmiszeripart. Horvátország éppen azért, mert igen jelentős a turizmus, nem önellátó mezőgazdasági élelmiszeripari termékbe. Én azt hiszem, hogy belátható időn belül Horvátország felvevő piaca maradhat a magyar mezőgazdasági élelmiszeripari termékeknek ezen okoknál fogva. Egy másik, hogy sok esetben azok a nemzetközi vállalatok, akik Magyarországon megtelepedtek, Magyarországon keresztül próbálnak bejönni Horvátországba, tehát magyar vállalkozókon keresztül. Mondanék egy konkrét példát, nemrégen fejezték be itt egy sportközpontnak, az Arena Centernek az átadását, ahol magyar vállalat tenderen elnyerte, hogy ő szállította az üléseket. A horvát nemzeti önállóság megteremtése során a belső piac védelme kiemelt fontosságú volt, és még ma is az, továbbra is az EU-szkepticizmus egyik lényeges eleme. Ha elmúlt 10 évet vizsgáljuk, a Drávetáj nagyon jelentős beszállító volt Horvátországba, különböző ömlesztett sajtokkal, vajkrémmel, de alapanyagtejet is adtunk el, a hozzánk közel álló Vindiának, Varazsdinba egyébként szállítottunk. Ha az elmúlt 2-3 évet vagy 4 évet vizsgáljuk, és főleg amióta Magyarország az EU-ban van, olyan piacvédelmi intézkedéseket foganasított Horvátország tejtermékek vonatkozásában a kvótás beszállításnak a lehetőségét, ami hát azt mondom, hogy nagyban megakadályozza jelen pillanatban Horvátországba való beszállítást, hiszen nem szabad piaci dolgok történnek. Az Averman Horvát Kft. Barcsi vállalkozás. Hulladéktároló és egyéb konténereivel rendszeresen találkozhatunk Horvátországban. De ez nem a véletlen műve. Minden sikerért meg kell küzdeni ezen a piacon. Ami nagyon fontos számomra, hogy a fizetési feltételeket azokat kell letisztálni, és jó áruval kell megjelenni. A horvátoknál, ami egy nagyon jellemző dolog, hogy a saját termékeket, tehát a horvát termékeket előszeretetben részesítik, akár 20%-kal többet is megadnak a horvát termékén, a külföldiért. A horvát törvényhozás sokat tesz a csatlakozás érdekében, de az újonnan születő jogszabályok értelmezésében lehetnek eltérések. Horvátország az EU tagságra való felkészülés kapcsán roppant gyorsan változtatja a jogi szabályait, az EU normáinak megfelelően átigazítja. Az embereken, a jogalkalmazókon ez nem mindig tud
átmenni. Azt az óriási mennyiségű joganyagot, amit szükséges lenne, hogy például egy helyi önkormányzatnál, egy építési engedély kiadásánál elolvassanak, nem biztos, hogy elsajátították. És ezért sok esetben úgy tűnik, hogy Zágrábban elintéztük a dolgot, de amikor lemegyünk, akkor kiderül, hogy ott egy más értelmezése van a jogszabályoknak. A vállalkozás alapítás általános jogi feltételei megfelelnek az Európai Unió előírásainak. A hitro.hr hivatalos weboldalon pedig elektronikusan is megkezdődhet a vállalkozás alapítása. Azaz minden nyomtatvány elérhető egy helyen, és a tevékenység menetét is megismerhetjük itt. Külföldi jogi vagy természetes személy Horvátországban céget önállóan is bejegyeztethet, de különösen az alapító okirat elkészítéséhez tanácsos ügyvéd segítségét igénybe venni. Az ügyvédet horvát közjegyzőnél hitelesített meghatalmazással számos művelet elvégzésére fel lehet hatalmazni, így elkerülhető a többszöri utazgatás. Fontos megjegyezni, hogy Horvátországban is alapíthatóak tisztán külföldi tulajdonú vállalkozások. A többségében magyar tulajdonú Ekonto DOO 10 éve kezdte vállalkozását Horvátországban, ma már 36 exkluzív change pénzváltót üzemeltetnek csak ott, és közel 200 alkalmazottjuk van. Mindemellett az egyik legismertebb magyar nyelven is működő könyvelő céget hozták létre. Szerintem mi voltunk az első olyan vállalkozó talán, aki megküzdötte ezt az egész folyamatot gyakorlatilag, mert nem nagyon volt tapasztalat még a külföldi vállalkozókkal senkinek. És mindent betűről betűre, szóról szóra, lépésről lépésre kellett kitaposnunk. A komoly nehézség az az volt, hogy még a horvátok se tudták, hogy mit csináljanak egy külföldi vállalkozóval igazából, mert nem volt gyakorlat rá még. Azóta eltelt 10 év lassan, és kialakult ez a praktikum. A horvát törvények szerint létrejöhet gazdasági társaság személyegyesüléssel és tőkeegyesüléssel. A leggyakoribb társasági forma a KFT, azaz a DOO. A minimális alapító törzstőke 20 000 kuna, és legalább 200 kuna törzsbetétet kell befizetni tagonként, valamint az összes törzsbetét befizetésnek el kell érnie a 10 000 kunát. Horvátországban is létrehozható egyéni vállalkozás, de csak 2 millió kuna feletti bevétel esetén kerülhet a vállalkozó a cégjegyzékbe. A cégalapítás járulékos költségei az ügyvédi költségektől függően átlagosan 15-20 000 kunára rúgnak. Társaság alapításakor nem csak a cégbírósággal kerülünk kapcsolatba, hanem a FINA, a pénzforgalmi intézet, nemzeti pénzügyi szervezettel is, amely az egész gazdaság pénzmozgásait regisztrálja. A cégalapítás esetében nem csak az ügyvédi, de a közjegyzői együttműködés is fontos, mivel minden benyújtandó dokumentumot közjegyzővel kell hitelesítetni. Az ügyvédi ellenjegyzés jelentősége Horvátországban kisebb, mint nálunk. Gyakorlatilag egy dokumentum csak közjegyzői aláírással válik hivatalossá. Az ország törvényei, szabályai is nagyon dinamikusan változnak, de a magyar gyakorlattal ellentétben az adózással és a járulékokkal kapcsolatos törvények nagyon stabilak. Az adózás Horvátországban kiszámítható eleme a gazdasági környezetnek. Mióta itt vagyunk 10 éve, alig-alig változott valami a számvitelbe, adózásba. Most a válság hatására 1%-ot emeltek az áfán, és évvégéig 4%-ot kell fizetni pluszba a fizetések után. Tehát ennyit éreztünk a válságból gyakorlatilag. A horvát gazdaság talán leglátványosabb fejlődése a banki és pénzügyi szférában zajlott le. Míg a 90-es években a készpénzforgalom erősen korlátozott volt, és a bankkártyás fizetés sem volt igazán elterjedt, addig az elmúlt 10 évben a privatizációnak köszönhetően modern kereskedelmi bankhálózat épült ki. Külföldi jogi és természetes személyek devizaműveletek végzésére feljogosított, bármely kereskedelmi banknál nyithatnak kunára és devizára szóló non-rezidens számlát, és az igazoltan megszerzett kunát visszaválthatják konvertibilis devizára, illetve külföldre utalhatják. A készpénzforgalom korlátozott. A vállalkozás pénzforgalmáról rendszeres jelentést kell küldeni a FINA-nak. A FINA azonban csupán dokumentációs rendszer, ami nem véd meg a körbetartozásoktól. A fizetési késedelem Horvátországban is napi szintű probléma. Ezzel jó tisztában lennie annak, aki erre a piacra készül. A körbetartozásokban sajnos jelenleg a helyzet romlik.
Az a helyzet, ami a 90-es évek második felét jellemezte, a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején sikerült stabilizálni a helyzetet, és különböző pénzügyi eszközökkel jelentősen csökkentették a körbetartozást. Most azonban a világgazdasági válság hatására Horvátországban jelentősen, szinte hétről hétre növekszik a körbetartozás. Én a mai napon már nem szállítok ki új terméket, hogy legalább a felét ne fizessék ki. Voltak egyébként problémáim Horvátországban a fizetésekkel, bíróságra nem kellett menni, ellenben Svájcba, Hollandiába, Magyarországon és Ausztriába is meg kellett menni bíróságra. Ha már a nehézségekről van szó, meg kell említeni a vámkezelés nehézségeit. Ugyan a két ország között létezik szabadkereskedelmi egyezmény, de ameddig Horvátország uniós tagsága nem következik be, addig bizony számolni kell a vámok okozta problémákkal. A határmenti Barcson két nagy vállalkozó is hasonló tapasztalatokról számol be. A Seres Kft. Kommunális gépek gyártásában és forgalmazásában működik együtt horvát partnerével. Volt rá eset, hogy mi vittünk ki autókat kiállításra őhozzájuk, ők szervezték, és nagyon sok pénzünkben is került, és nagyon hosszadalmas eljárás is. Az itteni kiviteli dokumentáció előkészítés, vámolás, egyemek, és ott úgy szintén, aztán vissza a gépeket ugyanúgy. Tehát végig kell járnunk ezt a tortúrát, mint annak idején a többi egyéb államoknál végigcsináltuk. Mi már nagyon várjuk azt, hogy Horvátország Európai Uniós állam legyen. A horvát gazdaság növekedési pályára állítása tudatos tevékenység eredménye. A fejlesztési ügynökségek mellett a helyi önkormányzatok is felkészülnek a vállalkozások fogadására. Koprivnicko-Križevecka županija zapravo kao područje. A befektetők részére a megyék városi önkormányzatai úgynevezett üzleti zónákat, ipari parkokat hoztak létre, nálunk összesen 29-et. Az üzleti zónák kínálata helyszínenként változó, de alapvetően olcsóbb területet, kiépített infrastruktúrát és egyéb helyi kedvezményeket kínálnak. Szívesen látott fejlesztési területek a gyártási, a nagykereskedelmi, a szolgáltatási és a telekommunikációs befektetések. Eddig nem történt ebben a régióban jelentős magyar beruházás, de azért vagyunk itt, hogy segítsük a vállalkozások egymásra találását, és fokozzuk a befektetéseket vonzó tevékenységet. Az üzleti zónák valóban érdeklődést kelthetnek, de érdemes azt is megvizsgálni, hogy milyen tevékenységekben éri meg együttműködni. Szőlősi János horvátországi magyarként vált nagyvállalkozóvá. Energetikai cége Eszéken működik, és már nagyon sok magyar vállalkozónak segített abban, hogy megvethesse a lábát a horvát piacon. Biztos, hogy lent a tengerparton nagyon érdemes turizmussal foglalkozni, és biztos, hogy az elkövetkező időszakban és éveken keresztül Magyarországról a turisták száma nőni fog. Ez nagyon jó befektetés lehet a magyarok számára is, mert Horvátország úgy várjuk, hogy 2012-ben csatlakozni fog az Európai Unióhoz, és akkor biztos, hogy az ingatlanok ára, hát meg a biztos a turisták száma is meg fog nőni. A Magyar-Horvát Kereskedelmi Kamara zágrábi irodája tárgyalások leszervezésével, céglisták összeállításával, ügyvédek, könyvelők ajánlásával, vagyis a kapcsolatfelvételkor tud segíteni. A legnyitottabb eddig ugye az agráripari termékek kapcsán voltak a vegyipari műanyag termékek, energiahordozók, ami most új területként lehet ez a környezetvédelem, hiszen Horvátország is használhatja az EU-s forrásokat, az IPA forrásokat, és ebben lehet bekapcsolódni, illetve a zöldmezős beruházások, és még mindig az idegenforgalom. A siker egyértelmű záloga az üzletnyitás előtti alapos piackutatás. Elsősorban olyan termékskálát kell megnézni, tud olyat piacra bocsátani Horvátországba, ami ott nincsen. Hogyha nincsen ilyen, akkor mindenféleképpen meg kell nézni az ottani termékek milyen minőségűek, és attól jobb minőséget kell produkálni. Azelőtt nem szabad elindulni, hogyha ezeket a kritériumokat nem tud teljesíteni. Azoknak, akik a további privatizációban szeretnének még részt venni, új lehetőségek nyílnak. A horvát kormány most indított el egy akciót, hogy azokban a vállalatokban, ahol az állami tulajdonaránya 25% alatti, ezeket a részvényeket vagy ezeket a tulajdonosi jogokat értékesíti.
a kormány tervei szerint most ezt a kisebbségi részvényeket szeretné értékesíteni, és ezt követően, de ez a folyamat már akár jövő évben is megkezdődhet, elkezdeni a nagy rendszerek privatizációját, ami jelentőséget biztosít a magyar vállalkozók, vállalatok számára. A Magyar-Horvát Kereskedelmi Kamara elnöke a gyakorlati megoldások híve. Sokan úgy gondolják, hogy a turizmus az egyedüli terület, viszont egy újabb dolog a geotermia felhasználása területén kezdődnek együttműködések, mert mi magyarok most lépéselőnyben vagyunk, és horvátok tőlünk várnak tanácsokat és segítséget. Konkrétan mondjuk éppen Szentlőrincen is van egy ilyen példaértékű beruházás. A befektetőket különböző további kedvezményekkel vonza Horvátország. A nagyobb infrastruktúrális befektetésekkel járó vállalkozások az üzleti tervükhöz még úgynevezett kedvezményszámítási táblázatokat is találhatnak az interneten. A kedvezmények nem titkolt célja, hogy az elmaradottabb területekre tereljék a munkahelyteremtő vállalkozásokat, vagy a munkaerő képzését segítsék elő. Ahogy ez többnyire más országokban is természetes, Horvátországban sem egyszerű a munkavállalás a külföldiek számára. Bár nem mindenkinek kell munkavállalási engedély, ha dolgozni akar, de a mentesség megszerzését is dokumentummal kell igazolni. Horvátországban kétféle a munkavégzésre jogosító engedély létezik. Üzleti engedélyt, azaz üzleti tevékenység végzésére szóló felhatalmazást olyan külföldiek kérhetnek, akik nem munkaviszonyban szeretnének munkát végezni az országban. Munkavállalási engedélyt az a személy köteles kérni, aki munkavállalási szándékkal érkezik Horvátországba. Ha 90 napnál hosszabb tevékenységet szeretne valaki végezni, akkor tartózkodási engedélyt is be kell szereznie az előbbiek mellé. Annak, aki Horvátországban szeretne vállalkozni, jó előre tudatában kell lennie, hogy a munkabérek magasabbak, mint Magyarországon, és a minimálbérek végzettségenként és szakmánként változóak. A minimálbér összegét évente kétszer határozzák meg. Horvátországban egy vállalkozás mindennapi működése drágább, mint Magyarországon. A jellemző költségek magasabbak, bár ez természetesen nem mindenre vonatkozik. A legjellemzőbb a munkabér és költségei. A munkáltatók 17,2%-os járulékot kell fizessenek, a munkavállalók pedig további 20%-ot. A jövedelmeket régiónként változó extra adó is terheli, amely a fizetendő adó maximum 18%-a. A személyi jövedelemadó sávos és 15-45%-ig terjed. Valójában addig nem oszthat az ember itt fizetést, még a járulékokat el nem utalta. Tehát nem lehet csúszni a járulékokkal, illetve mindenhez igazolás kell a hatóságoktól, és hogyha nem utalja el az ember a időben a járulékot, se hitelhez nem tud hozzájutni, semmi máshoz. Természetesen számolni kell a társasági adóval is, ami egységesen 20%, de nem kell számolni az osztalékadóval, melyet 2004-ben eltöröltek. Az áfa 23%-os, de egyes termékekre van 0 és 10%-os kulcs is. További költségként számítható a kötelező kamarai tagság díja. Mindenképpen erősen gondolja végig, hogy mibe akar kezdeni, mert ami Magyarországon működik, az nem biztos, hogy Horvátországban működni fog. Azon kívül a költségeit várhatólag magasabbak lesznek, mint Magyarországon. Én azt mondanám, hogy a bérleti díjak és a működési költségek, bérköltségek egy 20-30%-kal biztosan magasabbak, mint otthon. Horvátországgal bármennyire is baráti és történelmi szálak fűznek össze bennünket, mégis egy másik ország. Mások a hagyományok, más a nemzeti attitűd. Mások a képzési rendszerek, mások az emberek elvárásai az élettől, mások a céljaik és a módszereik. Az furcsa volt először, hogy a kávézóba kötjük az üzleteket, meg a gyakorlatilag minden a kávézás körül folyik. De most már rászoktam én is a napi 5 kávéra. Igazából saját magukkal kell megküzdeni, mert azt kell látniuk, hogy nem Magyarországon vannak. Tehát az első mondata minden vállalkozónak, hogy nálunk ez így van. Tehát ezt el kell felejteni, nincs ilyen. Ez egy másik ország, más mentalitás, kedvesek az emberek, segítőkészek a hivatalok is, nincs velük semmi baj, de azt el kell felejteni, hogy nálunk ez így van. Mindenképpen tudomásul kell vennünk, hogy az üzleti szemlélet sem mindig azonos a miénkkel.
Horvátok azt gondolják, mint szerintem Magyarországon is a vállalkozók, hogy nagyon okosak, hogy mindent tudnak, és ami hiányzik, az csak a pénz. Úgyhogy ők tudást nem nagyon várnak, habár biztos, hogy nagyon jól jönne tudás is, hanem inkább csak azt várják, hogy jöjjenek be a befektetők, adjanak pénzt, és semmit ne kérdezzenek. Sokszor persze nem minden az, aminek látszik. A tárgyalási kultúra még egy olyan országban is nagyon eltérő lehet, amelyről azt hisszük, nagyon hasonló hozzánk. A globalizáció az emberi szokásokra nem vonatkozik. Horvátországban nem lehet amerikai stílusba tárgyalni. Nem lehet azonnal a lényegre térni. Addig, amíg a horvát partner meg nem bizonyosodik arról, hogy valamilyen információt nem szerez a magyar partnerről, valami benyomást, nem hajlandó üzletről beszélni. Ez sok esetben a magyar partnerek számára, a magyar vállalatok számára szokatlan, nem értik, hogy mi ez a bizalmatlanság. Nem bizalmatlanság. Itt ilyen az üzleti szokás. Megértés, tolerancia, nyitottság, türelem, kitartás és persze tőke kell ahhoz, hogy egy másik országban sikerre vigyük azt, amit itthon már megteremtettünk. Horvátország uniós csatlakozásának közelettével már a felkészülési pályázatokban való részvétellel is új lehetőségek nyílnak meg a dél-dunántúli kis- és középvállalkozások előtt. Reméljük, hogy filmünkben sikerült bemutatni azokat a súlypontokat, melyek figyelembevétele mindenképpen szükséges a sikeres üzletkötéshez.